Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. E-mailen keresztül megrendelhető, erről készítek vagy egy hangfelvételt, vagy egy videót álnéven, és megkapod a videóhoz a linket. Ez a videó megjelenik május 20-án, és a Hold, az indiai asztrológia szerint ezen a napon a Sitra Holdházban van, ami gyöngyszemet jelent. És mi vagyunk ez a gyöngyszem? Az a fontos, hogy legyünk ennek tudatában, és kimutassuk azt, hogy értékesek vagyunk, és megérdemeljük azt, hogy másoktól megkapjuk az elismerést, hiszen mi vagyunk a gyöngyszem. Ez a holdház, ez jelent egy ilyen égi építész mérnököt is lefordítva, ami azt jelenti most itt fontos, hogy kiépítsünk valamit. És lesz egy kreatív tevékenység. Ez a holdház Spica csillag hatása alatt van, ami azt is jelenti, ha most kiépítünk valamit, ez gyümölcsözni fog. Ezen a napon, május 20-án a Hold és a Nap között van egy úgynevezett quincunx kapcsolat. Ez bizonytalanságokat vált ki nálunk. Gyakran elmondtam példaként azt, hogy gondold azt, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezném azt, hogy mondd meg, hogy melyik irányba fordul ki. A válaszod nem tudom. Fogalmam sincs. És ez jellemző most a mai napra, tehát május 20-ára. Lehet, hogy lesznek kapcsolatok, vagy kérdez valaki tőled valamit, és most a válasz gyakran az lesz, nem tudom, fogalmam sincs. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk, a gyermek és az utak. Az lehet, hogy a gyermeke meglátogatja őt, útban van hozzá. Vagy ő akarja meglátogatni a gyermekeket. Az is lehet, hogy itt lesz egy gyermek születése a családban, és a gyermek már útban van. A gyermek jelentheti a fiatalos kisugárzást, vagy az ártatlanságot is. És ő útban van hozzád, és kimutatja azt, hogy ő ártatlan, vagy hisz abban, hogy te vagy ártatlan. A gyermek jelenthet egy új irányt, egy új kezdetet, egy új életutat, tehát jelenti a változásokat, hiszen ő elgondolkozik azon, hogy hogyan tovább, mert most ő elérte az élet útján ezt a kereszteződést, és lesz egy új irány. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A gyűrű, ez jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád. Ami a munkát, a hivatást illeti, a gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket. Persze nem csak a munkahelyet illetően, hiszen a gyűrű utalhat adásvételi szerződésekre, vagy bérleti szerződésekre is. Mindez, a szerződések, a kapcsolatok szerencsét hoznak,
hiszen bal oldalon látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A ház, az lehet a te otthonod, vagy az ő otthona. A virágcsokor egy szép környezet, vagy kerti munka. De lehet, hogy meglátogat téged, és a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. De mint említettem, egy szép környezetet is. Visszatérve a Sitra holtházra, ott kreatív tevékenységről van szó, és jelenti az égi építész mérnököt, hogy most ki tudunk építeni valamit. Pontosan ezt mutatják a kártyák. A virágcsokor a kreatív tevékenységet, és a ház jelentheti valaminek a kiépítését. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán. Itt az N betűről van szó. A kommentárba leírhatod, hogy mit jelent számodra az N betű, vagy mi jut eszedbe erről. Ami nekem eszembe jut, például Nóra, vagy Norbert, vagy Nagykanizsa. Egy szó, N betűvel, nem tudom. Ez jutott eszembe. Tényleg nem jut most eszembe egy olyan fogalom, ami most fontos lehetne számunkra, de ha neked valami eszedbe jut erről, örülök annak, ha leírod a kommentárba. A régi írás mód középen van az úgynevezett rovás írás. Ez hasonló, mint német nyelvű területen a rúnák, de nem találtam hasonló rúnát, és ennek van egy szimbolikus jelentés, olyan, mint egy fél kör, hogy elérkeztünk fél útig, tovább kell, hogy lépjünk, de utalhat mellék utakra is, amikor el akarunk kerülni valamit, vagy valakit. Hasonló, mint a jobb oldalon látható képen, ami utal a napi energiára. Ez a hölgy ott sétálgat a kutyával, de elkerüli a másik két hölgyet. Lehet, hogy más úton halad, erre is utalhat a felső kártya, az utak, egy új irány. Amit ez a napi kártya még jelenthet, találkozások, látható, hogy telefonál valakivel, vagy SMS-t írogat, tehát kapcsolat van annak ellenére, hogy hátat fordít a másik két hölgynek. Lehet, hogy idegenek és nem ismerik egymást, de így találkoznak kint, de az is lehet, hogy ez a hölgy lezár bizonyos kapcsolatokat. Amit a kártya még jelenthet, hogy mozduljunk ki és sétáljunk kicsit. Ügyeljünk arra, hogy melyik kapcsolatokat ápoljuk, melyiket nem, kivel telefonálunk, kivel beszélünk, és kinek fordítunk hátat. Itt is fontos döntésekről van akkor szó. Persze utalhat a házi állatokra is, a kutyára, vagy amit a kutya még szimbolizálhat, ezek a barátságok, ügyeljünk a baráti körre. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy az, hogy mit jelent az N betű. Meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ott megjelenik naponta a Maja naptár. Én is kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!